Sziasztok! Július 8-a, szombat van, és ma eljött hozzánk a kisebbik fiam meglátogatni bennünket, és ennek örömére elmentünk vásárolni. Van itt egy ilyen vegyesbolt, ahol nagyon sok mindent lehet kapni Siófokon, úgyhogy el is mentünk oda, és vettünk egy ilyen tök jó polcot, amit majd haza is fognak vinni, mert van nekünk egy ilyen szép ezüst színű, ugyanilyen polc, de az tök rozsdás lett az alja, úgyhogy ez szerintem ez nagyon jó. Ez pont ugyanígy néz ki, úgyhogy ennek nagyon örülök. Aztán, na miket vettünk még abba a boltba? Mindjárt mutatom. Az volt, hogy itt sok, nagyon sok minden lesz véve, és kicsit így össze-vissza van minden, de megpróbálok úgy viszonylag rendet rakni. Tehát vettünk egy új szemetest, egy ilyet, aminek ilyen billenős a teteje. De van nekünk egy ilyen pedálos szemetesünk, tehát ez így fog kinézni. Így, egy ilyen jó kis billenős. És a pedálossal az volt a baj, hogyha beleraktuk a nejlont, akkor valamiért valami vákum keletkezett, és hiába nyomtam a pedált, nem nyílt ki. És nyitva tartani pedig nem akartam, hogy ne szálljanak rá a legyek és társai. Úgyhogy most azért vettük ezt az új szemetest, ez meg majd jó lesz a kertbe. Akkor vettem a Bobikának egy ilyen jó nagy nyakörvet, ez egy ilyen textil szerűségből van, és akkor lesz neki. Van itt egy bőr nyakörve, de azt nem lehet a vízbe használni, mert az nem jó. Vettünk neki egy ilyet, ez szerintem ez jó lesz neki, egy ilyen zöld nyakörve. Akkor vettem egy új ilyen szemüvegtokot. Vettem egy helyes terítőt a kinti asztalkára, ez ilyen lemosható, és vettem egy nagy műanyag vödröt, vagy egy ilyen dobozt, mert ebbe fogom belerakni a kutyakaját, a száraz kutyakaját a Bobinak, és vettem hozzá egy ilyen jó nagy adagoló kanalat, és akkor nem kell így zacskózni, és akkor ebbe fogom belerakni a Bobinak a száraz kutyaeledet. Úgyhogy ez tök jó lesz, mert mégse kell a 12 kilósat állandóan cipelni, és ez ilyen szagmentesen lehet majd tárolni. Akkor a Lüszike kapott egy ilyen új pántot, meg kaptak egy kutyajátékot. Bobi, nézd ide, itt egy játék. Bobika, gyere ide. Na, hopp. Nem akar ide jönni, szegényke. Na, fogd meg. Nem akar vele játszani, valószínű, hogy nagyon el van szegényke. Ebben a nagy melegben ki van fáradva, és arra sincs ereje, hogy játszon. Hát, ezt nem is tudom róla leszedni. Na mindegy. Bobi, na gyere, hopp. Na, oda ment érte. Jó, na, akkor vettem egy ilyen kis neszeszet, mindenféle dolgot belerakni. Akkor vettem a teraszra egy sótartót, és akkor nem kell állandóan kivinni a sót, ami itt benn van a konyhába. Akkor vettem két ilyen helyes konyharuhát, ilyen kéztörlő, ilyen kis tök mezei, ilyen kis gyümölcsök vannak rajta, a másikon is ilyen körte, nagyon aranyos. Ezt akkor vettem egy ilyen jó kis citromillatú légfrissítőt, ki is próbálom most. Na, elég jó illata van. Akkor vettem egy ilyen nyakbalkasztót, így kulcsnak, ilyen budapesteset. Ez tök jó lesz így. Kézáltatás közben aztán kaptam ilyen zéró cukros kis csokit. Abból is kettő. Akkor van itt még egy, ez meg egy ilyen matyó mintás, vagy nem tudom milyen mintás. Kulcstartó, akkor van itt egy névjegykártyatartó, ezt a férjemnek, mert az ugye szép jön, és akkor vettem még három tollat, ugye, azok állandóan kellenek, mindig elhagyom őket.
Aztán van itt egy ilyen sarokreszelő, az egyik része az finomabb, a másik egy kicsit durvább. És akkor egy nagyon fontos, ami lehet, hogy itt is látszik, itt, de éppen nem látszik, mindegy, itt van egy ilyen légyfogó, és ez is nagyon hasznos, mert rászállnak a legyek. Még vettem egy rágót, aztán utána, na nézzünk tovább, miket vettünk, elmentünk a ízbe, ott is kicsit körbenézett, vettem törölközőt, ilyen szép fehér törölközőt. Ezt majd előtte ki fogom mosni, mielőtt használatba került, egy kicsit koszos is le, mindegy, úgyis kimostam volna. És aztán vettem egy ilyen nagyon helyes párnát, ez is le volt értékelve, valami 5000 valamennyiről 2000-re, tehát ez nagyon kis puha. És aztán, na miket vettünk mi? Itt nézegetem a dolgokat. Utána bementünk egy New Yorkerbe, az is ott a Aldi környékén van. Vettem magamnak két ilyen sortot, egy ilyen helyes kis szürkéset, meg egy ilyen rózsaszínt. Ez is nagyon szuper lesz itt. És akkor mik vannak még? Ja, még a ízbe vettem egy ilyen jó kis fogas, mert a férjem nem sokára hazamegy egy napra. Hazaviszi a fiam, és aztán ott van neki elég sok dolga Budapesten, de majd fog nekem hozni nyári ruhákat otthonról, és azokat majd erre föl fogom akasztani a szekrénybe. Aztán mik vannak még itt? Na nézzük csak. Ja, még igen, ebbe a mindenféle boltba, ahol mindent lehet kapni, ahol a szemetest vettünk, vettem ilyen rizis tálkát, ilyen helyes, több színben, fehér, bézs, meg ilyen szürke, ami 350 forint volt darabja, tehát ezek nagyon aranyosak, és vettem ott még egy öblítőt is, egy ilyen Lenoros öblítő 2300 forintért, az is már fogyóban van, illetve az egy van, amit most éppen használok, és akkor vettem egy sampont is, mert ma is tusüldővel mostam hajat, mert nem volt már itt van sampon, és utána, na, ja, még elmentünk a siófoki vásárcsarnokba, mert elmentem a gyümölcsösbe is, de a gyümölcsösbe az volt a baj, hogy volt megy, de nagyon csúnya volt, nem vettem, és csak ennyi sárga barackot vettem, mert ez is már ugye a végét jár, ilyen kemény volt, nem akartam ebből többet venni, ez egy kiló sárga barack. És aztán utána elmentünk a siófoki vásárcsarnokba, ott néztem gyümölcsöt, úgyhogy vettem lapos barackot, spanyol, és vettem dinnyét, mert ilyen bődület ára volt, megkóstoltam, mondtam, hogy hadd kóstoljam meg, és finom volt, édes volt, de 700 forint kilója egyébként, és hát a cseresznye is volt, 5000 forint, meg 4500 forint kilója, úgyhogy azt nem vettem, tehát nagyon drága volt a siófoki vásárcsarnok, ahogy elnéztem. Aztán utána még elmentünk, ugye mondom, hogy hova, csak elpakolom minden a ruhákat, hogy nehogy rájuk essen valami. Elmentünk az Aldiba. Ja, és most jut eszembe, hogy még a vízbe vettünk egy ilyen szép ágyamit is, csak ez most leesett, úgyhogy ezt is ki fogom mosni, ez 100% pamut. Ez is le volt értékelve. 140x200 és egy 70x80-as kis párna van benne. És ja, aztán utána elmentünk a Eco Family-be, ott is vettünk pár dolgot, csak már alig fér itt, úgyhogy ezt most ide rakom a dinnyét, hogy elférjen. Úgyhogy nézzük, hogy miket szereztem az Eco Family-ből. Hát szereztem egy ilyen jó kis
egy ilyen felülettisztító, ilyen antibakteriális ilyen tisztítót, akkor vettem zacskót, 40 literest, egy egészen, és akkor kaptam ilyen, ilyen gyertyagyújtót, vagy ilyen gázgyújtót, és vettem hozzá egy töltőt, mert ezek mostanában olyan hamar kifogynak, ez csak 350 forint volt ez a töltő. Úgyhogy azt vettem, itt vettem még egy sampont, ilyet, hogy legyen bőven, ugyanis a strandra is ki tudok vinni sampont, mert van egy forró vizes zuhanyozó, akkor egy ilyen citromos légfrissítőt, meg egy ilyen hajápoló, ezt otthon is szoktam, hajmosás után rá kell rakni, és nem kell lemosni. És itt meg adtak ilyen kuponokat, meg matricákat, nem tudom, mit, ezen mit lehet nyerni, valami konyhai dolgokat. Ez azt hiszem volt már a múltkor is. Majd meglátom, hogy ezt beragasztom-e. Tehát ezek voltak, és akkor most jön már csak az Aldi. Az volt az utolsó állomás. Úgyhogy ott is megmutatom, hogy ott miket vettünk. Vettünk egy ilyen szeletelt teljes kiőlésű kenyeret, aztán egy ilyen nutberry mix, mindenféle ilyen diákcsemege mixer. Akkor van két leves, egy kínai leves, meg egy pori hagyma krémleves. Aztán vettem koffeinmentes kapszulát a kávéfőzőbe, van itt egy jó kis kóla. Kóla, zéro kóla, meg négy ilyen joghurt az Aldiból. Most hűtőtáskát nem vittünk, de direkt ezt hagytuk utoljára. Aztán vettem három ilyen finom Milka Oreo csokit. Igen, meg vettem kettő rágógumit. És akkor még ott van a kosár, és abban is vannak dolgok. Megnézzük, hogy abban mi van. Hú, amíg el fogom ezeket pakolni, elmér az egész nap. Pedig most jó strandidő van, és annyira meleg van, hogy kiakadtam rőmérő a kocsiba. Itt van egy ilyen pálcikás, citromos illatosító. És akkor van itt trappista light sajt, Milfina. És van itt egy csirke frankfurti virsli, ebben 8 darab van. Aztán van itt egy szeletelt füstölt trappista sajt, van angol karaj ez a neve, és az azért angol karaj, mert jó sok szalonna van rajta. Ezt nem is néztem, na mindegy, szalonnás. Aztán van itt uzsonnasonka, ez is ilyen aldis. Aldis uzsonnasonka, ebből vettem hármat, ez jó lesz amit mostában szoktunk enni, az a tortillához. Van egy fült banán, az is nagyon jó árban volt, valami 450, nagyon jó volt. Akkor ez a finom perec, ebből egyet vettem, és akkor vettem egy ilyen jégkrémet, de azt már megeztem. Vettünk három ilyen körte alma sört, ezek alkoholmentesek, meg három ilyen dréher megy szeder, ez is ilyen alkoholmentes sör. Úgyhogy ez volt a mai szerzemény, úgyhogy ezeket jól elpakolom, és utána pedig nekiállunk a rablóhúsnak. Egyébként ez már nem is ilyen brunch lesz, mert már reggelin már rég túl vagyunk, ugye, most egy ilyen zapkását kis meggyel, megszeretnéled, az elfogyott. Ebédre egy jégkrém volt, és ami meg utána lesz, az meg most lesz majd a rablóhús, de hát az is mire elkészül egy csomó idő. Azon kívül föl kell teregesek, mert közben kimosott a mosógép. Úgyhogy örülhetünk, hogyha egyáltalán eljutunk a strandra a mai nap folyamán, de most úgy megyünk, hogy kutya nélkül, elmegyünk úszni, visszajövünk, és akkor maximum egy séta lesz. És majd jó sokat fogunk enni, és akkor este már nem leszünk olyan éhesek.
Hát remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor biztos nem fogtok lemaradni a kaminós filmről, ami még mindig nem készült el, de ami késik, az nem múlik, úgyhogy sziasztok, további szép napot! Elkészült a raglóhús, ezt berakjuk a sütőbe most. Bobby, meleged van?